idén a parlagfű szezonja legalább 2-3 héttel korábban kezdődött, mint ahogy ez megszokott. A parlagfű, amely Magyarországon a nyár végének és az ősz elejének rettegett allergénje, már ma számos helyen elérte a félméteres magasságot, és sűrűn, vastagon nőtt meg. Ez a helyzet számos kihívást jelent, mind az allergiások, mind pedig a növény írtásáért felelős hatóságok számára. Adott tájékoztatást Bodrogi László, a Nyíregyházi Közterület felügyelet vezetője. Az idén legalább 2-3 héttel kezdődik, nem csak mint minden másnak, így a parlagfűnek is a szezonja. Ugye nagyon sok helyen találtunk már olyan állapotban parlagfűt, amikor lassan fél métertől is magasabb ez a növénynek az állapota, és ráadásul elég vastagosan meg van nőve. De jó időjárás van neki, nagyon szereti ezt az időjárást, hiszen május-július környékén bőeső volt, most meleg van, ez neki a legjobb időjárás, amit el lehet képzelni. Nagyon sok bejelentést kaptunk már ezzel kapcsolatban, ugye vagy a lakosság hozzánk jelenti be közvetlenül telefonon, akár a központi parlagfű bejelentő rendszeren keresztül kapunk bejelentést. Ezeket minden esetben ki kell, hogy vizsgáljuk, attól függ, hogy a helyszínen mit találunk. Hogyha a terület az közterület, tehát az ingatlan körülbelül közterületen van a parlagfű, abban mindenképpen intézkedünk, hiszen ott teljesen mindegy, hogy mekkora a fű és mekkora a borítottság. Ez ettől kezdve a helyi rendelet szerint ez szabályszegés, intézkednünk kell. Mindenkit felszólítunk első esetben, hogy fényszeres tegye rendbe. Az esetek 99,99%-ában ez meg is valósul, és levágják a parlagfűvet. Országszerte így Nyíregyházán is fokozottan ellenőrzik a parlagfűvel fertőzött területeket, akár helikopterről, akár drónok segítségével is kutatják az érintett földeket. A felelőtlen gazdákat és tulajdonosokat minden esetben megbírságolják. Az ingatlanok tulajdonosainak kötelessége, hogy saját területükön írtsák a parlagfűvet, ezzel csökkentve a levegőbe kerülő pollen mennyiségét. A hatóságok rendszeres ellenőrzésekkel és szankciókkal ösztönzik a lakosságot a parlagfűmentesítésre. Van olyan állapot, amikor magánterületen jelentenek be, ott találunk parlagfűvet. Itt megint attól függ, hogy ez most belterületi ingatlanról van szó, vagy külterületi ingatlanról van szó. Illetve az is fontos, hogy ilyenkor mekkora a parlagfűvel a borítottság állapota, hiszen egy 30%-os borítottságnak lenni kell ahhoz, hogy az eljárási hatóság tudjon benne intézkedni. Ha belterületi ingatlanról van szó, akkor a jegyző hatáskör ez. Ha pedig külterületen van, akkor pedig a vármegyék kormányhivatalnak a földügyi hatósága fog benne majd ebben az ügyben eljárni. Ők mennek ki, és utána kerül majd át egy másik hatósághoz, aki ki fogja szabni az ilyenkor alkalmazandó növényvédelmi bírságot, illetve ha kell, akkor elrendel kényszer intézkedést, tehát kényszervágást rendelnek el. Ezekben az esetekben ugye a kormányhivatal által kiszabott bírság ezeket több millió forintig is terjedhet, tehát nagyon oda kell figyelni, plusz hogy oda kell a sor, akkor ki kell fizetni a kényszervágások a költségét is. Bodrogi László hozzátette, abban az esetben, ha a közterület felügyelet intézkedés során közterületen talál parlagfüvet, a helyi rendelet alapján jár el. A rendelet szerint a helyszíni bírság összege akár 50 000 forint is lehet. Amennyiben a felügyelő már korábban tett intézkedés, de nem találkozik a tulajdonossal, akkor eljárást indítanak. Ebben az esetben magánszemélyek akár 200 000 forintos, cégek pedig akár 2 millió forintos bírságra is számíthatnak. Annyira Nyíregyházi Közterület felügyelet vezetője hangsúlyozta, hogy a cél nem a bírságolás, hanem az, hogy a levegőbe kerülő pollen mennyisége minél kevesebb legyen.